Szervusztok! Ma egy újabb babakocsi bemutatóval készültünk nektek, igen, a sikerre való tekintettel megint márkán belül fogunk összehasonlítani két babakocsit. Egy nagyon régi ismerőst, gondolom, hogy 15 évvel ezelőtt is majdnem tök ugyanígy nézett ki, a Gréco Mirage, illetve a Gréco-nak a Breeze. Breeze Light, egész Breeze Light. pontosan. Ő viszont egy néhány hónappal ezelőtti modell, tehát nagyon friss, pár napja van itt az üzletünknek a kínálatában, és arra gondoltuk, hogy összehasonlítjuk nektek, hogy mi a különbség, ugye az áron kívül, nagyjából 10.000 forintos árkülönbség van jelenleg a két babakocsi között, de ez változhat nyilván, ez a jelenlegi helyzet. Mit tud a Breeze? Mégiscsak ő az újdonság. A Breeze egy kicsit nagyobb kupolatetővel rendelkezik, mint a Mirage. Ez az egyik, ami szembe tűnő különbség. Például a Mirage-nak egy tálca rész van kialakítva pohártartóval, a Breeze Light-nak pedig csak egy úgynevezett kapaszkodó. Kerekek méretében. Kerekek, ugye itt ugye, kicsit tömzsibb kerekekről beszélünk. Szimpla első kerék, ott dupla első kerék van. Súly nagyon hasonló. Nagyon-nagyon hasonló, olyan fél kiló különbség van a kettő között. És a másik, hogy ennek egy lágya felfüggesztés van. A Mirage-nak pedig keményebb. Tehát a Breeze Light-nak, ami egy picit drágább, ugye a 10.000 forinttal, ennek egy lágya felfüggesztése van. A helyzet az, hogy arról beszéltünk itt most még a kamerák forgása előtt, hogy az elmúlt 10 évben, én nem is nagyon emlékszem, hogy például Mirage babakocsi jött vissza nekünk. Nem, soha egyetlen egy darabot se hoztak vissza, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon jó kiforrott technika. Hát maga a Gréco cég szintén egy több évtizedes tapasztalattal rendelkezik, és hát ez tényleg benne van a babakocsiknak. Világ babakocsik, tehát ezek úgy vannak kitalálva, hogy a világ összes táján működjenek. Nem ígérnek sokat, de azt azért teljesítik az a mi tapasztalatunk, és mai napig látok 15 éves babakocsikat még toligálni, tehát már vállalhatatlanul kiszívta a nap, de még mennek. Reméljük, hogy maradtak ez a jó minőség, de hát az elmúlt sok évnek a tapasztalata az ez. Összecsukhatóság a két babakocsinál. A Breeze Light egy picit kisebb összehajtva. Tehát, hogyha arra vágytok, hogy kisebb összecsukás legyen, azzal együtt mind a két babakocsi abban a kategóriában versenyzik, hogy egy könnyű, de nagyméretű sportbabakocsi. Tehát, ha vagy nagyméretű a baba, vagy szeretnétek télen is tolni, mert ugye extra nagy kerekekkel rendelkezik, akkor ez a ti sportbabakocsitok. Nagy bevásárlókosár van alul, ez is a kívánságlistának a tartozéka. Tehát én úgy gondolom, hogyha könnyű, mégis nagy babakocsit, jó tolhatósággal szeretnétek, egyszerű összecsukással, akkor mind a két babakocsi, jelenlegi babakocsi teli találat. És ráadásul nagyon jó árban van mind a kettő, tehát a lapra csukható modellek között ez a két modell olcsóbb, mint a mondjuk a kisebbre csukható társaik, azért 10-20 ezer forinttal drágábbak. Hát akkor egy jó árérték arányú párost. Abszolút. Picit a modernebb anyukáknak, illetve hogyha valaki nagyon beváltat kedveli, vagy arra szeretne menni, ami már sok éve bizonyított, akkor Mirage. Akkor a Mirage. Kicsit újítóbb, új színekben, üdébb színekben, meg a Breeze. Breeze, így van. Remélem, hogy tudtunk segíteni a választásban, amennyiben a Gréco márkából szeretnétek választani, és nem csak a webes leírások alapján szeretnétek dönteni. Picit meg tudunk ismertetni benneteket a két babakocsival és a két nagyon hasonló babakocsinak mégis a különbségeivel. Várunk benneteket itt a boltban, vagy a webáruházunkban. Ha kérdésetek van, akkor meg a különböző platformokon írjatok nekünk. Köszönjük a figyelmeteket, szervusztok! Sziasztok, köszönjük szépen!